Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma az 1956-os forradalomról, illetve utóéletéről fogunk beszélgetni. Vendégem Kis Lajos István lesz, aki 1957-ben fiatal fővel került börtönbe, és most jelent meg ez a kötet, Állj ki az, tovább címmel, amely a Kisfogháztól a Sátoraljaújhelyi börtönig kíséri az útját. A kötet a Mansfeld Péter pályázat jóvoltából az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára jelenhetett meg, és azt gondolom, hogy egy olyan fiatal, aki kamaszként megérte a forradalmat és börtön, nagyon-nagyon fontos számunkra az emberitelen körülményekről, és mindarról, ami fontos nekünk ma is, hiszen kérem, ne feledjük, hogy nagyon sok mindenkivel megismerkedtünk a szabadsághoz és a forradalom megismerésének záloga, ugyanis én azt tartom, illetve hát azt tartjuk nagyon-nagyon sokan, hogy a még élő hősöktől tudjuk meg. Így volt ez Wittner Máriával, Dosztál Bélával, mindenkivel, akivel az elmúlt időszakban sikerült beszélgetnünk. Nos, hát szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Én azt gondolom, hogy ez a dokumentum nagyon fontos számunkra. Regényes formában írta meg azt, ami megtörtént önnel. Kezdjük talán azzal, hogy ön ugye budapesti pasaréti srác, édesapja lelkész volt. Hogy került közel a forradalomhoz, hiszen akkor mindösszesen 14 esztendős volt? Hát közel kerülni, úgy kerültem közel, hogy tulajdonképpen november 4-én azt megelőzően is jártam benne a városban, vittünk gyógyszereket, kötszereket, segítettünk élelmet szerezni. Én a Pasaréti Református Egyház községben laktam, apám református lelkész volt, Romániából települtünk át, mert ő pont Ördögkúton volt lelkész abban az időben, amikor a magyarok bevonultak, és ott, hogy nem a pópa kiesett, az ottani pópa kiesett a toronyból és meghalt. És amikor közeledett a front, akkor természetesen elterjedt az a szóbeszéd, hogy papírt papot. Úgyhogy szabályszerűen menekülni kellett, de hova? Többféle helyen, több helyre emlékszem, Debrecen, de leginkább Budapest, és végül a Pasaréti Református Egyházközségbe kaptunk egy szobát. Én ott nőttem fel, három testvéremmel, apámmal, anyámmal, és amikor kitört az egész, forradalom, nevezzük bárminek, akkor ott az terjedt el abban a közegben, hogy ez a kommunisták belügye, hagyjuk ezt, nem érdekes az egész. És aztán, mikor megjött az első halálhír, egy nagyon szeretett fiatal lányt lelőttek az Üllői úton, akkor megbojdult az egész társaság. November 4-én pedig pláne Nagy Imre szózott a rádióba, ami hát nagyrészt nem is volt igaz szerintem. Csapataink harcban állnak. Hát én így kerültem a Maros utcai 3. nemzetőr századhoz. Fegyvert is kaptam. Van Budapesten a fogaskerekűvel szemben egy körszálló. Az akkor nem létezett, hanem egy tükertelep volt ott, rengeteg hasábfával. Teljesen, mint a Pál utcai fiúk, úgy építettük meg ott a védvonalat, és vártuk az oroszokat, akik kicseleztek bennünket, mert nem jöttek el odáig, hanem aknavető tűzzel kipucoltak onnan. Szóval egyszerűen el kellett onnan menekülnünk. És nem tartott sokáig ez az egész, tulajdonképpen néhány napig, mert hát olyan iszonyatos túlerővel jöttek, hogy az tarthatatlan volt.
Mi tulajdonképpen szétszoródtunk, egy parancs értelmében a disznófőhöz kellett volna eljutni, nem tudom hányan jutottak el, csoportokra voltunk osztva, én azt vettem észre, hogy egyedül vagyok, mindenki szépen hazament. Mit tudtam csinálni? Én is hazamentem. Igen, ám, de nem képtelen voltam feladni. Mint papgyerek, nekem rettenetesen sok hányattatásban volt részem, és rengeteg intőt kaptam, főleg a Rákosista időben, amikor apám piszkosul elvert. Amíg mellem magyarázta neki a nagyapám, hogy ezt miattad vered ezt a gyereket. Hát rajta verik le, hogy a klerikális reakciónak a leszármazottja. De mindegy. Ennek köszönhet volt az, hogy amikor engem elfogtak, én tulajdonképpen el akartam menni, de képtelen voltam úgy elmenni, hogy ne hagyjak valami jelet. Tehát 15 esztendős volt. 15 mindössze. Esztendős volt, szembe volt nem messze tőlünk a haditechnikai kutatóintézet. Én oda bejáratos voltam, mindenáron robbanajakat akartam szerezni, volt egy tervem, amiről idővel úgy mindig fokozatosan lejjebb és lejjebb adtam, mert elég sok halálesettel járt volna. És miután érezhető volt a visszarendeződés, hát nem adtam fel a dolgot, még fegyvert is szereztem, és úgy döntöttem, hogy elmegyek, de megcsinálom ezt a tervet. Ekközben kaptak el. Mi volt a terv egyébként? Mit kezdett hát volna a robbanószerrel és a fegyverrel? Egy rádiónak, egy rádió állomásnak a felrobbantása. És hogy szerzett a hatóság? Hát nyilvánvaló, akkoriban mindennek füle volt, erről tudomást. Volt őrzés, persze, hogy volt őrzés, csak hát közvetlen mellette volt egy temető, ott belógtak a temetőből a faágak, én kifigyeltem az őrséget, úgy jártam be. Apám nagyon szigorú volt, egy vasárnap délelőtt bementem, valamit meg akartam nézni. Hát fokozatosan derítettem föl a dolgot, és egyszer csak megszólalt a második harangszó, amikor tudtam, hogy ha én nem vagyok fönn az erkélyen a templomban, akkor oltári balhéz lesz. Kiléptem, és ott állt egy ember fegyverrel a kezében. Visszaléptem, és volt egy vascső a kezembe, és azt a vascsövet megpörgettem, és eldobtam abba az irányba, amerre nem megyek, és a másik irányba pedig tudtam, hogy ott. Na most ennek az lett a következménye, hogy a kisfogházban engem 12 órán keresztül, hogy én ki vagyok képezve, hol képeztek ki. Én akkor még nem tudtam, hogy egy csomó fiatal visszaérkezett nyugatról úgy, hogy valóban ki voltak képezve. És itt hát a kinti magyar társaságok, hogy mondjam, ezek a menekült körökbe beépült besugók mindent tudtak, és értesítették a magyar hatóságot, hogy ez vagy az, vagy amaz készül hazajönni, fényképezni fog, ki van így, mi a fene titkos írással, meg el van látva mindennel. Szóval folyt ez a játék. Több ilyen figurával is találkoztam, aki később oda bekerült már a gyűjtőbe. És a lényeg az, hogy nem csináltam meg, csak félig, így maradt előkészület stádiumban a dolog, viszont soha nem tudtam le, így lettem nullás ügy. Ami azt jelenti, hogy sem a hozzátartozó, senki nem lehet benne a tárgyaláson, a tárgyalás, viszont tárgyalóterem viszont tele volt katonákkal, katonatisztekkel, ez egy demonstratív dolog volt. Én ugyanis hordtam ki onnan a dolgokat, csak nem tudtam, hogy kell használni. És hát én állítom, hogy van egy őrző angyalom, aki befogta a szememet, hogy ne is tudja meg, mert ott fegyverszakértő magyarázta el, hogy lehet használni ezt a bizonyos dolgokat, amiket én kihordtam, ami eloldhatatlanul ég,
tehát tökéletesen alkalmas egy úgynevezett terrorcselekmény végre. Milyen sorsa volt egy, a kisfogházban egy fiatalnak akkor? Milyenek voltak a vallatások? Hallunk erről, és ön is megírta, de azt hiszem, hogy ezt élő szóval... Most ennek lett az az eredménye, hogy ugye én bementem, bevitt engem körülbelül fél négykor délután, és akkor volt a négy plusz egy, tehát van egy nagyon rendes ember, ez az a könyvben, a Fehérhajú címmel abban a részben írtam le, van a jó ember és a négy verőlegény. Most ezek idővel már olyan, ahogy telik, múlik az idő, egyre dühösebbek, mert nem tudnak kiszedni semmit az emberből, de akkor egy idő után az ember már beszélni se tud. Csak mutogat, vagy... És akkor már írni kell. És hajnali fél négy felé lett vége a kihallgatásnak, akkor fölvittek egy zárkába, a kisfogház az tele volt, mint ahogy én erről értesültem. Én egyedül voltam egy kétszemélyes zárkába, annyira pépé voltam verve, hogy nem mertek berakni más emberek közé, mert hát mégis egy 15 éves srác, aki se beszélni, nem tudja, hogy hol van. Na mindegy. Nem sikerült kiszedni belőlem semmit, már föladtam, hogy valamit kitalálok, legalább a fegyveremet, nem, semmi. És ez volt a szerencsém, de hát ez azzal járt, hogy a ítélethozatal után, sőt, még előtte a főutcán, én ott katonatisztek közt voltam. Igen, a főutcai katonai börtönről katonai börtönben, igen. Katonatisztek és rendőrtisztek. Én nagyon sajnáltam, hogy nem voltam a Markóban, vagy jó sok tökös forradalmár. Nem. Jobban jártam. Sokkal jobban jártam, mert ezek sokkal tisztában látták a dolgokat. Tehát értsük ezt úgy, hogy a bebörtönzött katonatisztek segítségére voltak a fiatalnak abban, hogy megértse a történéseket, és ne csak azt a részét, amit ő elgondolt akkor a fiatalos évben, ha úgy tetszik, hanem az okokat és az okozatokat is megtanulta. Ezt pontosan így lehet érteni, sőt, van egy rész a leírásban, ahol főőrnagynak nevezett zárkaparancsnok az 58-as nyár vége felé kezdődtek úgy igazából a tárgyalások. Pont egy olyan dologa, hogy az egyik hadbíró átlőtte a kezét. Volt vagy öt kuncsaft ebbe a tárgyalásba, mind fiatalkorú, később együtt is voltam vele, találtak egy pisztolyt Szentendrén, beleerőltettek egy özét, egy lőszert, használhatatlan volt, pont a bíró kezébe. Az szépen átlőtte, az ügyész mellett állt bele a falba. Ezzel kezdődtek meg tulajdonképpen a tárgyal, halálos ítéletek, meg egyebek. Na de ez egy olyan társaság volt, akik nekem iskolát szerveztek. Szóval ez a főőr nagyon, én éreztem, hogy nem szeret engem, valamiért idegen vagyok neki, de ő megszervezte az iskolát, a tisztek amilyen képesítésük volt egy bizonyos alapképesítés, amit mit tudom én, lehetett kémiához, fizikához, ehhez, ahhoz. Neki a magyar volt, nekem 8 órakor ott kellett ülni. Akinek éppen tárgyalása volt és visszajött, mint hals, az nem. De nekem ott kellett ülni és tartották az órákat. Javára vált így utólag? Hogy? Javára vált? Teljesen javára vált, mert többek között... Az eredményessége abban nyilvánult meg, hogy többek között volt egy hadbíró őrnagy bent, aki ez a főőrnagy nevezett zárkaparancsnok, ahogy elkezdődtek a tárgyalások, egyre morcosabb lett, abba hagyta az iskolát, semmi, nem törődött semmivel, és láttam rajta, hogy valami rám nagyon-nagyon haragszik. És egyszer megállt előttem, és úgy végigmért, és közölte, hogy kár volt belepofáznod a köcsű, minden sokkal jobban sikerült volna, hogyha nem
És akkor mindenki ledermedt, hogy akkor most mi történt, mi volt? Mi volt ez az egész? Mi az, hogy kár volt belepofásznotok az úgynevezett Budapest? Én annak számítottam ott. És persze ő ezzel valamit elárult magáról, és valamit bizonyos katonai körök szándékáról. Nem hitt neki senki, és erre közölte, hogy na akkor uraim, nem volt elvtársak, uraim, itt mindenki más helyőrségből van, legyenek szívesek, jöjjenek közelbe, és mindenki mondja el, hogy az október 23-át megelőző napokban milyen tevékenység folyt az alakulatnál. Volt-e riadókészültség? Senki nem tudja, néztek egymásra, és végül kiderült, hogy mindenhol volt riadókészültség. Amit aztán később lefújtak. De ezek nem tudtak egymásról. Egyetlen egy helyen nem volt egy komendás szakasznál, vagy ezrednél. És akkor az őrnagy főhám, vagy a hadbíró, hogy most mit akarsz, miért csinált ezt? Mindenkit össze akar zavarni, vagy mi? És nagyon ügyesen kivágta magát ez az árkaparancsnok őrnagy, aki egyébként ő is őrnagy volt, mint a többiek, ez volt a legmagasabb rangod, csak hát az időben a hadseregben nem a rang számított, hanem a beosztás. És ő azt hiszem repülőtér parancsnok volt. Nem vagyok benne biztos. A lényeg az, hogy kikapta az egyik fickó kezéből a vádiratot, aki ott olvas, és oda nyomta az öreg őrnagy orra alá, hogy tudna kezdeni, nem, ő nem ismer a véhev, szóval elzárkózott. De azért látszott rajta, hogy az öreget izgatja a dolog, hogy tárgyalásokat lehetne tartani, felkészítő jelleggel. Volt is. Az első, nagyon pontosan eltalálta az öreg úr, a következő egy halálos ítélet volt. Az őrnagynak volt jelöltje ügyvédre, ügyészre, meg jelentkezett valaki, egy teljesen új ember, aki az egész zárkabéli tárgyalás alatt úgy aprította azt a szerencsétlen embert, akire halálos ítélet vált, arról ömlött a víz, és ugyanígy ömlött a víz, amikor visszajött, és megkapta a kötelet. De ez volt az utolsó, az öreg többet nem vállalt. Engem nem tárgyalt le, hanem amikor visszajöttem a ügyészi kihallgatásról, és volt egy A4-es papírom, semmi vádirat, semmi komoly, szégyeltem, eldugtam minden. És akkor jött, hogy ugye kaptál valamit, fiacskám. És mondtam, hogy hát igen, azt mondja, és kiderült, hogy nullás ügy, titkos ügy. Azért nincs vádirat, hanem csak összesítik úgy nagyjából a tényállást. Azt mondja, hogy nem sokat beszéltél, fiacskám. Hát nem. És akkor elmondta három lehetőséget, hogy vagy elengednek, de erre semmi esély. Ez az első. A második, hogy kapsz mondjuk 10 évet, mire kijössz, már minden megváltozott, már semmi sem úgy néz ki. Azt mondja, szerintem kapsz 3 évet, és állandóan a nyomadban lesznek, mert az ügy nincs felderítve. Na most ez kísértett engem egész a rendszerváltásig. Így is történt, ugye? Hiszen 2,5 évre ítélték. 2,5 lett a 3 helyet. És irány Sátoraljaújhely. És irány Sátoraljaújhely. Én azt gondolom, hogy Sátoraljaújhelyről a köznapi ember ma azt tudja, hogy az egyik legszigorúbb fegyház hazánkban, de ez nyilván akkor is így volt, és ráadásul politikai elítélteket, a kommunista rezsim által elítélt politikai foglyokat őriztek. Ennél rosszabb helyzetben nem kerülhetett volna. Hát az volt a helyzet, hogy az egy elképesztő hely volt. Tulajdonképpen a könyvnek a nagy része Sátoraljaújhelyről szól.
óriási különbség volt a főutca és Sátorúhely között. Sátorúhely főutcán volt élelem, volt központi fűtés, volt még fürdés is volt. A Rejtő Jenőnek van egy regénye, a Csontbrigád. Teljesen úgy éltünk, mint azok ott fönt a hegy tetőn, akik üvöltenek éjszaka, és hogyha valakinek van valamije, van egy barátja, akkor már van valamije. Van, szóval semmink nem volt, semmink. És ráadásul, bocsásson meg, ráadásul ugye köztörvényes bűnözőkkel voltak összezárva. Hogyne, köztörvényes bűnözőkkel voltunk összezárva. Ezek rendkívül, ez volt a nevelésnek az alapja. Állítólag Makarenko találta ki ezt, hogy rend legyen. Na most a köztörvényes bűnözők, ezek egyszerű gyilkosok, rablók, stb. Azok, hogy mondjam, jót szórakoztak a politikaiakon, akik eleinte olyan kis elesetteknek tűntek, legalábbis én úgy láttam, ez nekem borzasztóan nem imponált, és meg kellett szerveznünk azt, hogy tulajdonképpen valahogy életben maradni. Én egy szál nyári ingbe, szinte mezitláb, mentem végig Sátorúhelyen, majdnem térdig érő hóba, körül mögöttem szaporodtak a piros sapkások, van egy ilyen fejezet, nem tudom, hogy kik voltak, milyen valami állítólag valami szőlészeti, borászati technikumok voltak a hallgatói, és már végül egy egész osztály kísért, mert két smasszerrel mentem, egy göröggel, meg egy magyarral, és látnivaló volt, hogy ezek meg akarnak szöktetni, de hát nem jött össze a dolog. Na mindegy az, és akkor így rettenetesen megfáztam, és amikor bekerültem, hát olyan hálóteremszerű volt, nem kis zárkák, mert ez nem maga a börtön, hanem a 1905-ben, vagy mikor építették azt az intézményt, a börtönt, és a hozzátartozó bíróság, ügyészség, stb. Az összes ilyen intézményt. De az a Magyarország kisebb lett, és az a határa került. Nem volt szükség. 50-es években ebből a bírósági részlegből alakították ki a fiatalkorok börtönét. Nekem ott rögtön egy ablak alatt kaptam egy ágyat, az ablakt nyitva kellett tartani télen-nyáron. Teljesen. A fűtés valahol volt, egy kis kályha, a közvetítőnyesek ültek körülötte, de télen-nyáron nyitva kellett tartani az ablakot, mert ez volt a gyógyszer. Nem volt orvos, meg ilyesmi. Tehát, ha jól értem, már pedig jól értem, ezek az embertelen körülmények tulajdonképpen a makaronkói szovjet eszméknek hát, hogy az alapja volt minden. Hát igen. Tehát igen, az igen. A fajta kíméletlen és embertelen fogvatartási körülmények jellemezték. A körülmények egy jó volt a szovjet rendszerben, az áramszünet. Szovjetunióból kaptuk az áramot, és ott a fejlődés olyan rohamos volt, hogy mindenki egyszerre akart fölgyűjteni. Ezt elmagyarázták nekünk a villanyt, és emiatt hát nekünk már nem jutott, és egy csomó elég gyakran volt áramszünet, amikor persze felbojdult az egész őrszemélyzet, hogy ablaktól el, meg mit tudom én, de legalább nyugtunk volt. Nyugtunk volt, nem kellett bicskaülésre várni, így a háta mögött nyitott ablakkal. Szóval nem volt semmi nem volt. Van egy rész, az intermezzo és éjjeli kézjáték, ami arról szól, hogy egyszer levittek minket, és akkor leültünk egy terembe, ott ült B hadnagy, minden hadnagynak csak a kezdőbetűjét használom. A Pető Tibor történész, újságíró a Magyar Nemzetnél volt,
nekik juttam egy... Ő, miután, most megint eltérek megint, mikor a pályázatomat beadtam, kérték a szövegkönyvet, mindent, nem hitték el, pedig én nem sok disznóságot írtam. Próbáltam finom maradni. Igen, észleltem. És hogy? Igen, észleltem közben, hiszen... Nincs. Hát ilyen véres dolgok, rengeteg ott kitér, nem érdekel. Az akkor üt nagyot, hogyha egy simább, mint ahogy folydogál a folyos, akkor jön egy zuhatag, puff. Szóval így van megoldva. A lényeg az, hogy a Pető Tibor történész kiderítette, hogy hát a nevek stimmelnek. Nem tudom, hol találta meg egy ilyen BMS újságban, hogy igen, Balogh Hadnagy, Molnár Hadnagy, Szűcs, igen, csak S Hadnagy, meg B Hadnagy, meg mi, mert nem akarom, nem tudom melyik ír, még egyetlen egy ember van név szerint kiírva, Marosvölgyi Károly őrmester, aki egy szenzációs figura volt, aki a műhely parancsnokon volt, azt megérdemli, teljes mértékben megérdemli. Felhasználtam ebben az írásban egy füzetet, hát loptam a füzetet, mert hát nem kaphattunk vagy semmit, loptam a füzetet, és amikor arra került a sor, már észrevették, hogy a közbüntényesek már kezdenek megjavulni. Már nincs annyi verekedés, nincs annyi betört orr, letépet, fül, mit tudom, nincs annyi brutalitás. Az azért volt, mert hát ott mindenki úgy mesélgetett magáról, meg a szüleiről. Hát én megmondtam, hogy hát főutcán állandóan ment a regénymesélés, meg mit tudom én. Na gyerünk, Jókai, ez az. Strogoff Mihály, mindenféle, minél kalandosabb, minél, amikor rá is lehetett tenni, és akkor vonzotta ezeket az őrülteket, egymás verték, hogy fog már be a pofát, nem hallom, hogy mit mond, és egyszer csak szépen átvettük az egészet. Már, na jó, ez nem ment, mert látták, hogy itt fordul a helyzet, és akkor még durvábbak lettek. Na, de mégiscsak sikerült ezt az egészet. Így történt meg az, hogy 58 tavaszán az iskolába nekünk kellett tanítani. A tanárok nem nagyon szívesen jártak be a börtönbe. Meg kell adni, hogy csak cigányok voltak az iskolába, ami azt jelenti, hogy ez egy osztály volt. Azt se tudom, hogy mi volt a tanterv. Amit a tanárokkal csináltattak, mert hát ezek a legtöbbje írni, olvasni nem tudott, világos. Abszolút nem tudott. Viszont neki is lehetett mesélni. Miről? Az atombombáról. És csorgott a szájuk, ez az atombomba. Hallottak róla, tudták, hogy nagyot bukkan. Az őr személyzet is, mert hát voltak ilyen tudományos késztetésű emberkék, akikről arról lehetett eszmét cserélni, hogy vannak emberek a Holdon, és hogy élnek. Ennek nem az volt a lényeg, hogy jött a Hold, hanem az, hogy ő este 10-kor takarodó után még nyitva hagyja az ajtót, mert kint megfagy a víz, és a halina csizmába lefagy a lába, de hogyha az a bűz, ami kifelé megy, őt éri az ajtóba, azzal is valamelyest átvészeli a téli éjszakát. És közben ilyen őrültségekkel tartja az érdeklődés látszatát fenn. Na mindegy, és akkor nekünk kellett tartani az iskolát, és akkor a Percel Tamás, aki idővel pszichológus lett, és a Fenyő, meggyilkolt Fenyőnek volt valami pszichiátere, az biztos hallott róla, lelőtt ez a pszichiátere. Mielőtt lelőtték, a Percel Tamás csinált egy, vagyis a Kapu folyóira csinált egy filmet, nem tudom megnézni, pedig most marha érdekelne. A Percel Tamás leszármazottja volt a Percel Mórnak.
És nagy pofájú gyerek volt, és kitalálta, hogy hát, ha nekünk kell tanítani, akkor tágítsuk a kört, és akkor csináljunk egy önképzőkört. Na, ettől szétdurrant az. Mi az, hogy önképzők? Hogy képzelik az? Semmit nem volt, hát ne vicceljünk, mert egy ceruzája nem lehetett az embernek. De ha már tanítanunk kell az iskolába, számtant, mértant, mit tudom én, akkor ugyanabba az iskolába hirdessünk meg. Ez gyanús volt ez a dolog, és végül is B-hadnagy úgy döntött, hogy hát próbáljuk meg, hát aztán majd kiderül, hogy mi lesz belőle, és akkor lecsapunk. Közben kitört Irakba a forradalom, ez nekünk nagyon rosszul jött, mert hát az egy rendes forradalom volt, nem az, ahol mélyt ugráltunk, hát ne vicceljünk már, hát mégis elkezdették az angolokat, meg mit tudom. És a lényeg az, hogy beleegyeztek, egy darabig ez ment, ez a vizé, és akkor egy az elején ott van a fülön, egy éjszaka fölébresztettek bennünket, ott állt vagy 15-20 smasszer, lecsatolták közét, és akkor békaögítés, föl az emeletre, másodikra vissza is ködbe, mint az állatokat vertek. Szóval mindenért bosszút álltak, mindenért. Egy esztendőt kellett, hát több mint több mint egy évet, viszont 1959-et írunk, amikor átkerült a gyűjtőfogházba. Akkor már tudta, hogy rövidesen szabadlábra került? Nem. Mert azért más fogadta a gyűjtőfogházban. Nem, az volt a helyzet, hogy egyik reggel, 58 telén egyik reggel elmaradt az ébresztő, sőt ébresztő előtt bejöttek, és mindenkinek le kellett adni minden ruházatát. Kapca meg a bakancs maradt. Ott álltunk szágatyába, le kellett adni a törölközőt, lepedőt, pokrócot. Egyetlen egy özé maradt ott, egy lepedő, ez a nagy... Ja, és bejött egy küldöttség, csupa arany, vállapos, masszer. Az egyik kiszúrta azért a kiblisort eltakaró azért, az volt az igazi, mocskos, borzasztó lepedő. Mert mindenből újat kaptunk, felöltöztettek minket, új ágynemű, stb. Aztán ez egy óra múlva, amikor elment ez a küldöttség, akkor visszaszedték. Na de ennek, és akkor ebből következett az, hogy ez a marosvölgyi őrmesternek mondtam, hogy mi volt ez, mondja, megyünk Pestre. Neki már megvan a lakása. Úgy az egész csapatot felköltöztették Pestre? Az egész börtönt föl. Hát olyan állapotok voltak, azon nem lehetett javítani. Nem lehetett javítani. Ott átépítés folyt már akkor is. Lényeg az, hogy egy teherautó, vagy nem tudom milyen rabszállító konvoj fölhozta az egész társadalmat a gyűjtőbe, de okosak voltak ezek a tisztek, mert látták azt, hogy ezek félig meddig állatok. Ezeket nem lehet brommal, vagy mit tudom, ezt lenyugtatni, ez itt baj lesz. Egész nap mentünk, álltunk a kocsiba, és mentünk, fölértünk estére a gyűjtőfogházba. Mégpedig abban a részben, ami később, miután továbbment az egész társaság, a Göncz Árpádéknak lett a fordító irodája. Azt megelőzően pedig a mérnöki szárny volt. Ez szemben a kórházzal, gyönyörű kilátással a temetőre, ahol arany kandelláberek között ment állandóan a hősök temetése. Mármint a szocialista hősök temetése, az jó látványosság volt legalább. Csak mellette a bokrok takarásába próbáltak a hozzátartozók jelekkel érdeklődni, de hát mit lehetett? Na mindegy, szóval fölértünk Pestre, és szétosztottak minket ilyen kisebb zárkákba, meg szobák voltak gyakorlatilag,
És akkor valaki észrevett, hogy bent van egy mosdó, és kinyitotta a csapot, és folyt a víz. És mellett egy ajtó, és ott egy WC. És volt egy ablak, ami alatt volt egy radiátor, ami forró volt. És nem bírtuk ki. És kitört az őrület, hogy visszakerültünk a civilizációba. Kitört az őrület, szét lett verve az a zárka teljesen, mert ezt nem akartuk elhinni. Szóval ez pszichés dolog, hogyha valakitől annyi, olyan mértékben és olyan sokáig elvonnak mindent, és egyszerre hirtelen megkapja, és hát ezek az aranyvállaposok tudták azt, hogy vacsora, gulyásleves, rengeteg hússal, 11-kor. Megint jöttek, még van gulyásleves, az már sok volt már. Elfogyott a gulyásleves, jöttek, hogy szívás gombóc, január, nem tudom, hanyadikán, éjszaka. Tudták azt, hogy ezek, ha telezabálják magukat, úgy lefognak fáradni, hogy az elképesztő, és ez lett. Egész éjszaka mindenki hányt. Napokon keresztül csak szédelget, mert az a gyomor, ami olyan rendesen össze volt szűkülve, az ezt nem bírta elviselni. Na, hát szóval ez volt, és akkor ott újra megalakultak a műhelyek, Marosvölgyinek a fiú műhelye, a női műhelye, mind a kettőben dolgoztam. Hát persze csak úgy, hogy igen. Szóval ez volt Budapest, és utána hát április tájékán már mindenki politikai elment, egyedül maradtam. És nem értettem, hogy ezek elmennek, akkor hogy maradok? Hát úgy lehet, hogy még sokáig gondolkoztak azon, hogy hát érdemes, aztán jó, engedjük el. De akkor is felajánlották, hogy maradjak benn. Tehát értem, még életemben nem hallottam, hogy van egy amnestia, és akkor azt mondja, ha benn maradsz, akkor... Hiszen, és után, gondolkodott, bent volt arra ideje, hogy átgondolja, hogy mihez kezd a szabadulás után. Mi fogadta a szabad életben? Mi fogadta otthon? Mit kellett tennie? Hiszen ahogy kezdtük a beszélgetést, azt mondta, hogy ez végig kísérte az egész életét. Hát ez rendkívül változatos életet sikerült élnem, ami akkor nem, amikor értek ezek a legkülönbözőfélebb atrocitások, az nem volt jó, mert de mindegy, a lényeg az, hogy én egy valamit tudtam, én a börtönben megtanultam a varrógép műszerész nem szakmát, azt ajánlották föl, ha benn maradok, még egy fél évben, vagy nem tudom mennyi volt hátra, igen, fél évben bennmaradok, akkor kapok szakmunkás bizonyítványt. Hát azt mondtam, hogy nem, én nem, de eszem ágába sincs. Később megbántam, mert ha van egy szakmunkás bizonyítvány, egész másképpen telnek a későbbi időszakok. A lényeg az, hogy mindig úgy igyekeztem, hogy valahogy meg tudjam állni a helyet, ne lehessen állandóan, hát fenébe ez egy hülye ellenforradalmár. Mert ez folyt, ha véletlenül sikerült valamit elérnem, mindig akadt ember, aki ezt megirigyelte, és mindenkit tolta a múltamat, de ő kinyilvánította, hogy hát ez egy, és akkor én mehettem. Tehát a teljes életére rányomta a bélyegét. Teljes életemre rányomta a bélyeget. Volt hely, ahol elhagytam az önéletrajzomba a dolgot. Pechem volt. Motorbalesetért mentem az operaházba, az Erkel Színházba, statisztáltam sokat statisztáltam filmek, meg egyéb helyeken. Mert hát valamivel meg kellett éljek. De miután volt már állásom, akkor is statisztáltam, mert hát egy jó buli volt. És a Rákóczi út, illetve igen, a Rákóczi út és a
sarkán, körült sarkán, ott elém lépett egy hölgy, fölborultunk, ő is, én is. Bírósági ügy lett belőle, súlyosbító körülményként, hogy én 56-os ezért vagyok. Ez számított, ezt az ügyész pofátlanul beleírta, hogy na mindegy, és akkor már a József Attila Művelési Központban dolgoztam. Az összes műszaki cucc, minden ezért lebonyolítása, több minden hozzám tartozott, mert egy műszaki osztályra mentem el, és az igazgató megkapta ezt a végzést, hogy nekem 6 hónap 10%-os bércsökkentést kaptam, a létező legegyhégybet, mert mindenki ott vált. Egy szerencsétlen idős, hogy bambán elindult, és belement a konvojba. Szerencséje volt, hogy pont elém. Na mindegy, és így aztán tudtam, hogy ebből baj lesz előbb-utóbb, és baj is lett. Most nem akarom részletezni, hogy mi lett a baj, menekülnem kellett. Imádtam azt a helyet, imádtam. Művelési Központ csodálatos dolog volt. Imádtam, de nem kaptam állást sehol. Sehol az égvilágon nem kaptam, mert mindenütt azt mondta, honnan jött maga? És akkor felhívták az igazgatót, aki, hát ez egy súlyos politikai ügy, beszéljük meg, senki nem volt hajlandó ezt megbeszélni. Így szépen végre találtam egy állást, matróz lettem a Kaviskótró vállalatnál. Szóval ilyen fönt-lent hullámzások. Honnét jött a gondolat, hogy megírja ezt, és honnét jött a gondolat, hogy vigyük tovább, hogy nem dokumentum formájában, hanem regény formátumban tárja elénk, hiszen én rendkívül olvasmányos, tehát nagyszerű íráskészségről a tanúbizonyságot, hiteles, hiszen az ön története, viszont mégis regény formát választott. Azért választottam ezt a formát, mert azt, ha dokumentum, először is, én nagyon sok olyan dolgot nem hiszek el a forradalomról és a forradalom környékén játszódó eseményekről, amit sokan nagy előszeretettel terjeszgettek. Mert rettenetesen sok mendemonda és egyéb van a körben, és én azt mondtam, hogy amit én megtapasztaltam személy szerint én azt leírom, de ha dokumentum regényt írok, akkor egy csomó mindent meg kellett volna világítani. Így viszont homályba hagyhatom a dolgokat, és a regény megmarad regény. Ugyanakkor az előszó helyett ott van ez a bizonyos Nietzsche idézet, ami nekem borzasztóan tetszett. Igen. A Hanvas Béla a Bor filozófiája című kötetéből szedtem. Ha dokumentum regényt írok, akkor M-hadnagy nem változhat macskává időnként. Igen. B-hadnagy nem beszélgethet álmában Makarenkóval. És így tovább. Szóval így viszont az volt az érzésem, volt késztetés, mert velem megígértette egy főutcán egy raptársam, hogy figyelj meg mindent, mert jól mesélsz, figyelj meg, mit írj meg. És én éveken keresztül nem tudtam mit kezdeni a témával, mert éreztem, hogy én ezeket a nagy eposzi, meg mit tudom, ezek nekem nem mennek. Inkább egy kicsit olyan rábálósra veszem a dolgot, de ugyanakkor van benne komoly is. És szerintem ez sokkal hatásosabb, nagyon sokan utálják már 56-ot. Hagyjatok már a fenébe ebből az egész. És azt mondtam, hogy hát akkor nézzük meg más oldalról. Igen, egyetértek. És hadd búcsúzzam pontosan ezért, ezzel a gondolatsorral. Bacsó Péternek írta tulajdonképpen, hiszen tisztelte az elhunyt rendezőt, mint írja,
De azon kívül az is okot ad a felevelenítésre, idézem öntől, hogy lassan kipusztulnak, mint az enyhítő színek, melyek elhívásjátőbbé, időnként pedig talányosabbá színezik környezetünket. Körülöttünk már minden egy, illetve váltakozva kétszínűvé, fehérré és feketévé silányul. Az angyalok seregében mindenki születésétől fogva pedigrés puttónak mímeli magát, és éppen úgy történik mindez a másik oldalon. Mindig patás ördögök ocsmán gyülekezete a másik oldal, annak látszik és annak kell látszania, kinek-kinek gesztusa, gusztusa, bocsánat, és hajlama szerint. Én azt hiszem, hogy ez az összefoglalása illeszkedik a történethez, és én azt gondolom, hogy minden olvasó, székesfehérvári, illetve a történelmet tisztelő, az 1956-os forradalmat és szabadságharcot tisztelő, annak mártírjait tisztelő ember nevében mondok köszönetet. És köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Nagyon szívesen, én köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, Kis Lajos István volt a vendégem. Állj ki, az tovább. Sátoralja új helyük, követhetjük a kötetben nyomon azt a történetet, amely az 1956-os forradalom utóélete az ő részéről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszontlátásra!